Jó reggelt kívánok, tiszteletem mindenkinek. Hallatok-e, látszom-e rendesen, egy ötöst kérek szépen. Jó az a videó, nem? Nem tudom, láttátok már ezt a videót? Nézte már valaki? Menjetek be a webirodába, ez egy titkos videó. Ezért nekem levágnák a fejemet, hogyha valaki ezt tudná. Nem? Viszont nem. Mióta vagytok benne a bizniszben? Írjatok már oda egy számot, aki azt hitte, hogy nem. Ez egy titkos videó. Mondom, levágnák a fejemet, hogyha ezt megmutatnám, de mivel látom, hogy ki volt benne a cseten, mindannyian munkatársak vagytok, emberek, menjetek már be a webirodába, ott van, le van fordítva. Ez a 8 alaplépésben van benne. Itt kezdődik a probléma sokszor, hogy a kőműves, amikor rakja fel a falat, és kihagy belőle egy lépést, hogyan lehetne tovább lépni. Ez egy alap. Menjetek be, tényleg. Én nem cseszegetésből mondom, de látjátok a David Sharp mit mond. Tehát én azt mondom, amit a David Wood meg a David Sharp mond. Nem más mondom, nem azt mondom, hogy mit tudom, a kormányfőnk most mit mond éppen, vagy akárki más. Én azt mondom, amit a David Wood mond. Mert azok a milliómosok, akik kijöttek, ugye a team building formulának az egyik videóját kitettem az eléd, nektek tettem ki, ezért én kemény pénzeket fizettem. Ki tudja, Viktor, szerinted mennyit fizettünk ezért a sorozatért, amiben ez a videó van? Írd már ide, Viktor, hogyha itt vagy. Most ennek az ára, ha minden igaz, $1000 körül van. $300 volt még akkor, most $1000-ra fölment az ára. Csak azért mondom, hogy innen szemezgetünk, ezeket adjuk át nektek, ingyen, emberek. Ezért gyertek, mert egy csomó dolgot ingyen átadunk. Természetesen nem tudom úgy átadni, mint a David Wood. Megpróbáljuk magyarosítani egy picit. Hát sziasztok! Első nekifutásból, hogy hirtelen ennyivel le akartok benneteket sokkolni. Én ilyen anyagokat hallgatok folyamatosan, én nem hallgatok más. Tehát sokan szidnak azért, hogy hát már megint ilyen hülyeséget hallgatsz. Sorry. Én el akarok érni valamit. Van egy munkatársai, nagyon aranyos, van több is, mindannyian azok vagytok, csak én most valahogy úgy folyamatosan úgy közelebb kerülünk egy-két munkatársat, megismerünk. Semmilyen anyagi, úgymond, érdekeltségem nincs. Fajta Viktor csapatában van két olyan hölgy, akivel most egy kicsit szorosabb lett a kapcsolat. Elkezdtem őket menedzselni, majd Viktor lehet, hogy örül nekik, ugye a Juditról meg a Anikóról van szó. Imádom őket, mert látom, hogy ők akarnak valamit. Hangsúlyozom, semmi anyagi érdekeltségem nincs, egy fillért nem kapok tőlük, de szeretem látni, amikor ők mosolyognak, meg sikeresek lesznek, és ma Anikónak, nem Anikónak, hanem Juditnak átküldtem egy tegnapi tárgyalásomat. Én mindig azt szoktam mutatni, ami most van, tehát nem azt, ami volt egy évvel ezelőtt, hanem ami most van. És szépen levezettem egy visszafordítást, hogy megkerestek egy üzlettel, és ahelyett, hogy ugye én léptem volna, ő lép és ő regisztrál. Most, ahogy leteszem majd ezt a meetinget, akkor belegyük az regisztrálunk. Tehát ezt tudom én nektek megtanítani. Nem tudom azt megtanítani, hogy hogyan keres, tudom én, $30,000, de még nem vagyok azon a szinten. De $15,000 meg tudom mutatni, hogy kell megkeresni. A fajta Viktort megkérdezitek, ő is meg tudja mutatni, $15,000, hogy kell csinálni. Ezt tudjuk nektek megmutatni. Ezért gyertek, és föl fogtok szabadulni hirtelen. Csak számoljatok. De tényleg komolyan számoljatok. Ki az, aki szeretne 500,000 forintot havonta keresni? Tehát most komolyan így őszintén, így 500,000 forint folyamatos passzív jövedelem, illetve produktív jövedelem, 500,000 forint. Oké. Tudjátok, hogy a legeslegnagyobb meló a 500,000 forintért, 100 olyan munkatárs, aki alattad valamilyen szinten a network hálózatodban, jelen esetben ebben, amit mi csinálunk, fizeti a havi díjat, ezt a $25. Számolt ki nyugodtan. De nem kell neked behozni 100 ember, csak a legrosszabb esetben. Oké, akkor ezt is kicsit sűrítsük össze, hogyan tudod behozni ezt a 100 embert. Hát úgy tudod behozni, hogy ismerté teszed magad, a réspiacodat figyeled, teljesen megtanod a réspiac fogalmát, és elkezdesz kommunikálni. Ma örülni fogtok ennek a tréningnek, mert egy jó paszba vagyok, péntek van, és ugye a hétfőt meg a pénteket egy picit megszoktam nyomni, azért, hogy legyen erőtök hétfőig egyébként,
És gyakorlati példák mellett egy pár olyan trükköt mutatok, ami úgy a szívemhez nőtt. Widgetek, meg ilyen apróságok. Ugye ez kívánságműsor volt tegnap. Egy picit úgy belemegyünk, és lesznek oktató videók is majd a widgetekről. De ez nem most, már jövő héten fogjátok megkapni, de a hétvégén már csinálok a minden igaz oktató videót. Ugyanis mondtátok, hogy nem nagyon értitek. Na most a widgetekről egész litánia lesz, mert nagyon fogjátok szeretni, ugyanis több százat fogunk csinálni belőlük. A widgetek azok tulajdonképpen, amire rákattintanak, és elviszed oda a jelöltet, ahol te szeretnéd. Igen, Viktor oda írja, hogy 25 darab IC. Igen, de én azért mondom, Viktor, hogy a legesleg nagyobb melót nézzük, és akkor legfeljebb elcseszed, és akkor nem fél milliót keresel, nem tudom, 300 ezeret, de ez nem rossz, vagy egy 100 ezer forint plusz jövedelem, az teljesen jó. Szerintetek, ha valakit meg tudtok tanítani 100 ezer forintot keresni pluszba, ami havonta jön, ez egy jó nyugdíjnak is megfelel egyébként, ez mennyire fog neked hálás lenni, nem? Tehát, na, csak azért mondom, mert erről van szó. Úristen, mennyi mindent fölírtam, remélem végig érünk, de lehet, hogy egy kicsit ráhúzunk, mert ugye később kezdtünk, de muszáj volt, hogy egy ilyen David Sharp-ba elinduljunk. Szerintem ez így nagyon. Oké. Mielőtt még elkezdeném, van egy észrevételem. Lehet, hogy valaki félreértett valamit, vagy tudjátok, nekem csütörtökön van egy konferenciám, ugye a Herbalife termékekről beszélgetünk az egyik kolléganőnkkel, de én ezt nem azért csinálom, hogy bárkit rábeszéljek a Herbalife-ra, mert tegnap így rosszul esett, mert mondom őszintén, hogy valamelyik kötök beírta, hogy hát ha majd lesz pénzem, akkor veszek ilyen terméket, és paty, ahova a Szent Szúrer ki is ment. És sajnos itteni társaságból van valaki, és lehet, hogy nem akaratta, vagy nem tudja, hogy ez miért van, miért csináljuk. Amikor csapatba dolgozunk, és mondjuk te mondjuk empoveres vagy, de látod, hogy egy TS munkatársadnak, vagy egy szánrágeresnek, vagy most ugye jönnek be folyamatosan az ájúrások, tegnap ugye regisztráltak az ájúrások, és lehet, hogy nekik lesz már egy bemutatójuk. Ahol tudjátok, egy webkonferencián nagyon-nagyon számít az, hogyha valaki bemegy, akkor főleg idegen bemegy, megnézi, hogy hányan vannak. Na most segíts a csapattársaidnak abban, hogy bemész, látják, hogy a neved ott van, még hogyha nem is vagy ott. Bár jó információkat fogsz kapni, mert látsz egy bemutatót, hogy kell csinálni. Le tudod szűrni azt, hogy az előadó esetleg jól csinálja-e. Nagyon sokat lehet tanulni egy bemutatóból. Baromi sokat. Ugye, aki esetleg bejön ilyen bemutatóra, én nem azért csinálom a Herbalife bemutatókat, hogy te most vegyél Herbalife-ot, tehát el ne képzeld már, ha én azt akarnám, akkor egyenesbe fölhívnálok, és meggyőznélek, és hidd el, vennél is. Nem ez a célom vele, hanem az a célom, hogy lásd, hogyan kell egy termék köré egy beszélgetést építeni, és hogyan kell az egész történetet, mert lehet, hogy neked is lesz már egy terméked, vagy ha már van is terméked, akkor lehet, hogy neked is lesz egy nagyobb csapatod, mert gondolom, hogy te komolyan gondolod, és ezekből a bemutatókból te föl tudsz magadnak építeni egy saját image, tehát ilyen 12 lépés szerint, amiért kifizettem akkor 300 dollárt, utána most 1000 dollár egy ilyen team building formulának az érték, amiben megmutatja David Wood, hogy hogy kell egy bemutatón részt venni, hogy kell fölcsigázni az emberek érdeklődését egy adott termék iránt. Tehát emberek, én nem azért csinálom, hogy te vegyél tőlem terméket, hanem mutassam, hogy te konvertálni tudjál. A tiensre, vagy bármire, amiben vagy. És ne, tehát ez az értelme annak. Tehát, hogyha beírsz nekem olyat, hogy hát majd leszek, hogyha lesz rá pénzem. Tehát ez egy nem jó viselkedés. Nem tudod, hogy mit szeretnél. Ezt csak azért mondom, mert lehet, hogy nem akarattal csináltad te, sőt, biztos vagyok benne, csak lehet, hogy nem látod az értelmet, hogy ezt miért csinálom. Nem baj, hogy ezeket így elmondom? Tehát őszintén így írjatok majd egy tízest, hogyha ezt... Tehát nekem ezt muszáj elmondanom, mert én őszintén szeretnék veletek mindig beszélni, hogy mit miért csinálok. Tehát nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy mit tudom én most itt
ilyen termékeket látok akarok sózni, de eszembe sincs. Ma úgyis veszel, hogyha akarsz, ha meg nem, akkor meg mi a francnak jártatnám a számat. Tehát mindig, amikor én lépek valamit, előtte mondom, hogy itt vagyok, gyertek föl, lehet, hogy benyomsz egy fölvétel gombot, és meg később megnézed, vagy hogyha érted, hogy én miről beszélek, akkor oda jössz, és bejelentkezel, és attól múlva mosogathatsz, tele mindent csinál, de segíted az energiáddal a csapattársadat. Értitek, amit én szeretném nektek így ebben sugallani? Tehát ezt csak így elmondtam, hogy tudjátok, hogy van ez. Jó. Akkor azért húzom az időt egy picit, mert föltöltöttem most egy videót, egy pillanatra belemegyek, hogy sikerült-e már, mert ugye most meg akarom nektek tanítani valamit, hogy hoz be 100 embert legalább. Nekem most 5 regisztrációm volt a héten, ez heti egy, vagy napi egy, szerintem nem olyan rossz. Gyorsan össze fog jönni a következő 100. Azt mondja, hogy nézzük, Empowernél van benne. Most egy könyvtárba egy lapozgatok, ezt most nem látjátok, hál' Istennek. Megnézem, hogy föltöltötte már. Ez az. Ó, szuper. Nézzük, elindul-e. Foglak benneteket folyamatosan reklámozni, és ezért van, hogy rengeteg ilyen, mindjárt megpróbál elindítani. Reméljük, hogy sikerül. Ez egy 16 perces videó, akkor minden igaz, mert még az elég töltődött csak. Mindjárt megnézem. Oké, elindult, és akkor tölti befele, mert mindjárt nézzük. Oké. Most mindjárt a sötétség átmegy filmben, jelezzetek már nekem vissza, hogy látjátok. A környezetdoktor van kiírva már a képen, nálam látszik. Oké, teljesen néma a történet, és e köré építem a mai beszédet, vagy ilyen kis tréninget. Ugyanis a videókról, tehát a honlapjaitokról folyamatosan videókat készítek, és úgy alá mondok majd szövegeket, zenéket, mindent alá teszünk. Vigyáznom kell, hogy jogvédett zenék ne menjenek alá. És most a legfrissebb honlapokat úgy látni fogjátok, ugye a környezetdoktor néven, ugye Marikának, azt hiszem Marikának már most, nem tudom, hogy a hölgyek nevét mindig összekeverem, egyik édesebb, mint a másik, a honlapját látjátok, és Marika, oké, bocsánat Marika, ne haragudj már, tudod, én fiúból vagyok. És na a lényeg, hogy az én kedvenc témámra, körülbelül Marika oldalát meglepetésként szántam egyébként, mert ő kiment Bécsbe, és mire hazaért, mondom, oda teszem már neki ezt az oldalt, hogy ő ugye ehhez már tudjon egy-két dolgot csinálni. Tényleg meglepetést akartam, tehát többet adja, azt mondja David Wood, mint amit elvárnak tőled, és ugye gondolom Marika jó esett, vagy nem tudom, hogy láttad, hogy hazaértél, és már úgy tényleg csak úgy be kell lakni a honlapodat, és ugyanezt csináltam most az ájuráiknál, tegnap regisztráltak az ájurásoknak az egyik vezérképviselet, te, és rögtön ugye egy másik cégre is, illetve egy harmadikra rátesszük a Kalató honlapját. Na most láthatjátok, hogy az én kedvenc témámmal dolgozom. Tehát azért mutatom ezt nektek, mert aki megtanulja ezt, hogy egy videósított, Krisztel Korda által készített alapműre rá lehet építeni bármilyen céget, aminek az alapja tulajdonképpen nem más. Itt látjátok, egy videó megjelenik alatta 3 téma, ugye termékekről, tapasztalatok meg cég. Tehát terméktapasztalatok cég, terméktapasztalatok cég. Ezt írjátok már fel magatoknak. 3 menü kell, semmi más. Termék, tapasztalatok, cég. Tehát, hogyha valakinek megmutatod ezeket a referencia honlapokat, és azt mondod, hogy figyelj, de tulajdonképpen erről van szó, egy ilyen személyes megjelenést tudunk neked biztosítani, ami természetesen, ha a videót nézed, akkor te saját magad fogsz megjelenni, ugye a videóba be tudod te is rakni saját magadat is, hogy te beszélsz az emberekhez, és rögtön, amikor találkoznak veled, akkor olyan érzésük van, mintha úgy nekik beszélni, nekik is beszélsz, és nekünk azt az érzetet kell kelteni, hogy amellett, hogy nem vagyok ott, ott vagyok virtuálisan, be tudom mutatni az alattam lévő termékeket, ott vannak ugye cég, termékek és tapasztalatok, tehát cég, termékek, tapasztalatok, és alatta, látjátok, hogy lehúztam már, itt az egeret is ráteszem, ott vannak a blogok.
Tehát tulajdonképpen a felső videóval és a termékek tapasztalatok cégről egy arcolatot mutatsz, és rögtön alatta megtanítjuk blogolni az adott páciensünket. Miért fontos ez? Nekünk egy olyan szolgáltatást kell nyújtani, amit szeretnek az emberek. Tehát itt egy kicsit eltévednek sokan emberek, hogy azt hiszik sokan, hogy mi rá akarjuk venni az embereket, hogy gyártsanak saját maguknak honlapot, amikor nem értenek az informatikához. Természetesen, ha nem olyan tehetséggel vannak megállva, mint a fajta Viktor, aki megnézte, szerintem ránézett Viktor meg Lina erre az egészre, és még szerintem meg se jelent a Kalatum, mert ők megcsinálták. Tehát tényleg vannak ilyen emberek, de ez őszintén bevallva tényleg 100-ból 2, aki úgy rögtön megcsinálja, illetve ez se igaz, mert ha megmutatjátok egy 12 éves gyereknek ezt a kártút, próbáltok ki, az ha hiszed, ha nem, abban a pillanatban összerakja. Még te meg sem mutattad, ő már játszik vele, már blogol, mindent csinál. Ugyanis ő nekik csinálták. Elnézést. Tehát azért mondom ezt nektek, hogy nem kívánhatjuk el egy mondjuk magamfajta korú embertől, hogy azonnal átlást ezt a rendszert, de mégis olyat kell adni, és ide jön az, hogy legalább egy alapvideót be tudsz rakni. Be tudsz rakni a boxba 3 darab menüt, ami termék, cég, tapasztalatok, ezt meg tudod csinálni. Meg tudsz csinálni egy widgetet, vagy egy bannert, oda be tudsz rakni, mert az ő cégéről vannak információk, főleg, hogyha cégről beszélünk. És innentől kezdve, ha ez megvan, akkor megtanítjuk őket, és ezt már én átvettem helyetted, nem neked kell megtanítani, hanem ráteszed a rendszerre, elhozod ide a reggeli meetingre, vagy ráteszed arra a sorozatra, amit mindig elkészítünk, és ő megtanulja a blogolást. Ha akarja. Tehát itt kiderül is, hogy akarja vagy nem. Most látjátok, itt több témát mutatok, ez nekem éppen az ezotéria blogom. Tényleg írjatok meg, hogy jól néz ki, nem? Tehát ilyen valakit ránéz, akkor úgyhogy hanyat vágja magát, hogy ilyen is van, és ez a kalátú. Tehát sokan, most például így hoztam be egy hölgyet, hogy ránézett, hogy ez jó. Itt nekem is kell ilyen nehézek, mondom, fiat csinálok neked egyet, mennyi tart. És akkor már elkezdünk együtt ötletelni. Fia, akkor ide tesszük a videóimat. De tudjátok, miről beszélek, hogy mikor lelkessé teszed a másikat, amikor azt látja, hogy a te tudásod kell, az a hiányzó láncszem az ő értékesítéséhez. Na, itt van az, hogy többet tudsz, többet értéket adsz. Az nem érték, hogy belapátolod valami mézesmázos üzleti ajánlattal, hogy figyelj, gyere be, Matrix, a meccsenek alatta, csak lép be, aztán ne is töröd semmivel, hozzad az ismerőseit, majd én letárgyalom. Ez múlt, ez már nem, ez már rizsa, ne dőjetek be ilyennek. Amikor együtt gondolkoztok, amikor azt mondod, hogy figyelj, segítek neked, azt mondja David Wood, hogy hangozzon ez a szó, hogy segítek neked. De ne csak hangozzon, hanem tényleg ott vagy akkor a háttérbe. Hogyha nem bírsz rögtön válaszolni, akkor pedig egy videóra addig rá tudod állítani. És ezt mondd el, hogy figyelj, de megcsinálom neked odáig a honlapodat, amíg az alap videód bent van. Amíg ott van a cég, termék, tapasztalatok. Itt látod, itt vannak a blogbejegyzések, ide kell már beírnod a blogodat, gyere, átmegyünk együtt a kezelő felületre. Erről is csinálok egyébként egy oktató videót direkt, hogy még ez se legyen probléma. Rámész a kezelő felületre, ide beírod a címet, ide beteszed ezt a videót, amit innen linkelsz be, kezdesz írni valamit, ami a cégedről a legfrissebb információ, és azt teszed bele, amiért te csinálod, te sztoridat ráépíted. Utána maga a SEO-zást, ez is például olyan, hogy amikor rájön arra, hogy ez egy ilyen nem egy misztikus dolog, mert oda van írva, hogy a SEO, ez, meg SEO, ez, 3 rublika, elmondod neki, hogy figyelj ide, ezt ideírod, ezt ide, ezt meg ideírod, szedjél össze, mit tudom én, 20 darab olyan kulcs szót, ami a te réspiacodnak szól, együtt összeszeditek azt a 20 darab kulcs szót, és minden egyes blogbejegyzésed e köré a kulcs szavak köré épüljön. Őszintén emberek, ezt így, hogy mondjam, nehéz ez. De tényleg így mindig megkérdezem, mert
Viktorral, hogyha beszélgetnénk most, vagy ha följönnétek esetleg Viktor, megköszönném, vagy tényleg gyertek föl, mert mondjátok el, hogy mi a nehézség van ebben. Akkor elmondom, mi a nehézség. Az, hogyha valaki nem gondolja komolyan. Ennek a 25 dolláros, illetve a 9 dolláros csatlakozási díjnak van egy hatalmas veszélye. Az, hogy ide bejönnek olyan emberek is, akik naplopóak, akik nem akarnak semmit csinálni, akik elvárják, hogy majd helyette majd te dolgozol. Tehát legyen egy elvárásod. Azt mondja David Wood, én akkor állok veled szóba, hogyha ezt megcsinálod. Viktor, írj már ide egy 10-est, hogyha te is hallottad már, vagy ha ti is hallottátok. Azt mondja David Wood, hogy én coachingolok téged, de van egy elvárásom. All in. Ahova legyél. Nem azért, hogy én kapjak jutalékot, hanem akkor tudom, hogy te komolyan gondolod. Most én is mondjam nektek, hogy legyetek all in. Lehet, hogy az kellene. Van olyan szponzorom nekem, meg többen, akik azt mondják, hogy addig szóba se állnak veled, még nem vagy all in. Én is megtehetném, csak van egy ilyen hülye szívem, hogy figyelj ide. Bár erre lehet, hogy le kéne szokni. Ezt magadba döntsd el, hogy most te tényleg komolyan vagy itt. De tényleg így őszintén, így nem kell beírni a közösbe, mert lehet, hogy most azt mondod, hogy mit dumál ez a hülye kis kopasz űrge itt a honlapokról. Hát örüljön, hogy egyáltalán följöttem a képzésére, megtisztelem, hogy följött. Tehát nézd meg, magadnak írja egy 1-10-est, hogy te tényleg komolyan gondolod, de. Vagy hogyha komolyan gondolod, akkor miért nem csinálod? Hogyha mondjuk te itt vagy, de nem vagy benne a rendszerben, vagy esetleg inaktív vagy. Miért vagy inaktív? Nincs 9 dollár, hogy befizest, vagy 25 dollár. Vagy nincs időd arra, hogy megtanulj egy oktató videók alapján egy kalátot. Emberek, én kitettem, hogy még be se kell regisztrálnod, meg tudsz tanulni egy honlap építést. Értitek, hogy mit mondunk? Kitettük a Viktorra, hogy kell csinálni egy elkapó oldalt. Olyan videókat tettünk ki, amik lehet, hogy leharapnák a fejünket. De azért tettük ki, hogy kedvet csináljunk nektek, hogy basszus, ezt én is meg tudom csinálni. Mert ha te meg tudod csinálni, és csak azért mutogatom ezeket a honlapokat, hogy annyira egyszerűek ezek. És amikor rájössz arra, hogy ezt te meg tudod csinálni, és ezeket a honlapokat, ilyen honlapokat, több 100 000 forintért csinálnak informatikusok. És akkor, amikor te azt mondod, hogy behívod a jelöltedet, hogy figyelj ide, mit szólnál hozzá, hogy egy másodperc alatt átváltoztatnám a honlapodat, egy másodperc, mit szólnál hozzá? Marad minden a régibe, csak máshol jelennek meg a dolgok. Kicsit így fölfrissül az egész. Na, ezt nem fogja elhinni neked, és akkor nyomsz, kiválasztasz ilyen nagy elegánsan egy oldalt, rányomsz, és voilà, tessék. És akkor, jaj, hova tűnt a... De amúgy meg jól néz ki. Akkor várj egy picit, mutatok még egyet. Nyomsz egy gombot, egy másikat. Valamely megint egy másik téma. Hihetetlen, amit kitaláltak ezek. Tehát ezt kereskedőknek találták ki. És aki nem volt még a webirodában, nem nézett esetleg körül a témák körül, nézzétek meg. Vannak ám ilyen képek. Oda van írva alá egy coming soon, ami azt jelenti, hogy következik. Nem sokára. És ott vannak a témák. Sportolóknak, a környezetvédőktől kezdve az ilyen festőknek, a kócsoknak, hogy milyen témákat állíts össze. Ez az a úgynevezett Fandel proposal, amit arra találtak ki, hogy a design kitalálták helyetted. Neked csak azt kell csinálni, hogy a kedvenc témádat, vagy a paciensednek a termékére egy témára ráhúzod az egész történetet. Elkéred tőle az adatokat, a termékekről, meg a különböző ilyen tapasztalatokról, begyűjtöd az adatokat, gyorsan meg tudod csinálni. Én tegnap az ájúrát körülbelül 40 perc alatt csináltam, de csak azért már néha telefonát aztán felvettem, de közben, ja még lezavartam egy tárgyalás közben, Skype-on meg volt osztva, de közben csináltam a honlapot. Mert tudom, hogy hova kell kattingatni. Álmomban is meg tudom csinálni már a kalatunok ezt a részét, mert én komolyan gondolom. Ha te most beírtad azt, hogy szeretnél 500 000 csinálni, semmi más hozzáállás nem kell, csak ennyi, semmi más. Nem kell hozzá HTML kód, meg nem kell hozzá, mit tudom én, egyetem. Egyszerűen meg akarod-e te tanulni ezt, hogy kell csinálni. Na most hogy tudod megtanulni?
végigmész az oktató videók alapján, és fölállítod az alap honlapodat. Én nagyon becsülök egy fiatal embert, nem ismeritek még, Attilának hívják egyébként, aki nem régen csatlakozott. Na most annyit kell tudni Attiláról, hogy ő egy nagyon, nagyon intelligens úriember, ő él hal a családjáért, nagyon-nagyon sokat dolgozik a családjáért, és egész nap utazik a munkahelyére, ott ledolgozza a napi dolgokat, és aztán visszautazik. Valamikor este ér haza, akkor az ő feladata, hogy hogy a kisgyerekét, példát lehet róla venni, ő fekteti le, ő mond neki mesét, mikor már mindenki alszik, akkor ő nem megy elaludni, hanem elkezdi, ha van 10 perce, akkor 10 percet. Ha van egy óra, akkor egy órát. Azt mondta nekem, hogy az alvás idejéből fogja elvenni azt, hogy ő szép óvatosan minden nap egy picit rátéve fölépíti a honlapját. Emberek, ez a hozzáállás. Ha neked ilyen hozzáállásod van, hogy minden nap egy picit ráteszel, akkor föl fog épülni a honlapot. Oda tettem tegnap nektek, csak azért, hogy nézzétek meg. Ja, nincs még kész. Még az elkapók alatt nincsen úgy a dolog, mint kellene. A hírlevelet ugye nem látjátok, hogy avval kezdett Attila, ami fölépített. Teljesen önműködően, autodidakta módon, videók alapján. Majd be fogom írni hozzátok, amikor rá fog érni Attila, remélem, hogy hamarabb lesz ez, és el fogja nektek mondani az ő történetét, mert egy hihetetlen sztória van, tehát egy elég komoly emberke, és majd el fogjátok látni az ő hozzáállását. Ezt meg kell tanulni tőletek, tőle ezt a hozzáállást. Mert ha ez a hozzáállásod, és most kicsit nézd magadba, hogy mióta vagy benne az üzletbe, és mennyit tettél azért, hogy lépésről lépésre fölépítsd, és itt megállok egy picit. Van-e köztetek olyan, tegye fel a kezét ott önmagának, aki nagyon-nagyon türelmetlen. Én is. De ez nem baj. Csak akkor baj, ha nem tudod. És a türelmetlenség, hogyha a te rossz tulajdonságod, az meg fog ölni téged. Te gyilkos a türelmetlenség. Ugyanis az történik, hogy te már rögtön el akarod készíteni a hírleveleket, de már blogolni is akarsz, de már a widgetek, meg már minden, és akkor eltelik egy hónap, és rájöttél, hogy van egy nagy csomó katymasz kína gépeden, mindenféle dolog, azt se tudod a fejed, hol áll, egész nap össze-vissza kavarogtál, nem tudom, ismerős? Én ezen végigmentem, tehát én is benne voltam ebbe, és hogy lehet ebből a kavarból kikerülni? Hát megint úgy, tanítható vagy-e? Tehát értetek, amit mondok, hogy te tanítható vagy-e, végig tudsz-e menni az alapokon, azokon a lépéseken, megnézed-e a 8 alaplépés videókat, be tudsz menni a sikerkifőzdébe, és ott van az itt kezd. Szegény Katán, mindig csodálkozom, hogy mekkora türelme van, hogy állította össze ezt a honlapot, hogy tényleg annyira szájbarágos, hogy aki akarja, megtalálja a dolgokat benne. De ott egy itt kezd nevezető videó, vagy sorozat, egy menü. Keressétek meg. Ott van, itt kezd. Onnan szépen elkezded, és szépen végigvisz a folyamaton. Most erre ugye mi ráfejeltünk, és tenni fogunk be egy olyan sorozatot még pluszba, ami arról szól, hogy na, most te végig tudsz menni a folyamaton. Na, ezt most leállítom. Jó, itt vagytok, jelzetek már vissza egy ötös, majd lefagyott volna itt a történet. Oké. Jó, le is vettem ezt a dolgot, tehát arra akartam kitérni, hogy tanítható vagy-e, és most nézd meg, hogy minden nap tegyél egy picit az üzletedért. Tehát rendszerezd teljesen, hogy te mivel foglalkozol, és ne legyél türelmetlen. Mert lehet, hogy a türelmetlenséged abból fog majd fakadni, nem fog menni az üzleted. A Beával, például Cudar Beával, szoktam beszélgetni, mert próbálom őt is menedzselni, hangsúlyozom, semmi anyagi érdekeltségem nincs a Beával se, csak szeretem a munkatársaimat ugye kicsit így karba tartani, és egy hatalmas hibát találtunk a Beánál például, remélem, Bea, nem baj, ezt elmondom, hogy mindenki okuljon belőle, nem volt a banner mögé jó behelyezve a link. És képzeljétek, ez egy őrületes hiba, mert hiába volt jó a blog, de egyszerűen nem konvertált, tehát hogy konvertált volna. És képzeljétek el, hogy megnéztem, és nálam is volt ilyen hiba.
És most azért mondom, hogy menj be az irodádba, és a kapkodás helyett ezt így próbáld így minden egyes munkafolyamatot így átvágni. És vegyetek példát az Attiláról, aki ő pontosan azokon a folyamatokon megy keresztül, mint én is, mert föl van iratkozva hozzám, és nézi, hogy én hogy csinálom. Mindig a következő instrukciót kéri, tehát amikor elfogynak a videók, amit ő úgy gondolt, hogy megnéz, akkor rámér, hogy figyelj, Vili, ő megnéztem, most mi a következő lépés, és akkor ott van. De hogyha feliratkozó egyébként a hírlevelemre, akkor ott megvannak a következő lépések, hogy most ezt a videót nézd meg, oké, ezt kijegyzetelted, csináld meg gyakorlatba te irodádba ezt, és akkor ez így szépen föl tud épülni. Oké? Lehet, hogy egy kicsit most mélyebben belementem ebbe, de néha muszáj fölébredni. Azt mondja David Sharp, hogy kell egy olyan ember, aki megmondja neked, hogy mit csinálj. Tehát ő néha... Nekem is kell, nehogy azt higgyétek, hogy nekem is van mentorom, aki megfogja néha a nem létező hajamat, és megrázza a fejemet, hogy te állat, nem látod, hogy most kicsit úgy elmentél, mennyi visszába, kicsit így megpofodsz. Lehet, hogy tudjátok, kiről beszélek. Tehát, én azt szeretném, hogy ti sikeresek legyetek, és ahhoz néha ez kell, hogy kicsit úgy felrázzuk a népet. Na. Következő téma, de 38 perc, és hihetetlenül telik a dolog. Akkor megállok egy picit. Volt-e hasznos információ most számotokra tényleg így? Vagy egy rizsának gondoljátok, amit mondok? Mert azt is elfogadom, de próbálom. Á, itt vagy Attila. Köszönöm neked. Oké. Visszatérve erre a félmillióra, mert gondolom csigáz benneteket, és ez csak tényleg az empowerment történet, és tényleg, hogyha azt nézed, hogy 100 olyan ember, aki általad, illetve a csapatod által jön be, fizeti a havi díjat, az neked megvan, akkor úgyhogy nem kell itt megállni, mert azt mondja, Dave, az első 5000 dollár a piszok nehéz. Tehát az, amikor azt mondják neked, hogy most te neked nem kell csinálni semmit, belépsz, és majd alattad fölépítünk. Te tudjátok, miről beszélek, ne higgyetek ilyen embereknek. Azoknak az embereknek higgyetek, akik azt mondják neked, figyelj ide, én meg tudom neked mutatni, hogy hol kell szétdolgozni a seggedet, ez kb. 90-100 napig fog tartani. Iszonyatos nehéz lesz. Vért fogsz izzadni, szidni fogsz engem, mint a bokrot, ki fognak a családtagjaid utálni, minden ilyen kínokat át fogsz élni. De a végén ott van az alagútnak a fénye, és hogyha ezt te végigcsinálod, ezeken végigmész, akkor megvan a félmillió forintod. Megér ennyit félmillió forint? Persze ezt meg kell beszélni azért. Nekem is vannak harcaim folyamatosan. Tudnátok, milyen éjszakák vannak néha, folyamatos eszmecserék, és ez mind azért, mert az, aki esetleg van veled, nem tudja, hogy te mit csinálsz pontosan. És megállok egy picit. Tudjátok, hogy miről beszélek? Tudod, de az, mi az, amikor azt mondják neked, hogy figyelj, már megint ott vagy a számítógép előtt, tehát normális vagy? Mikor lesz ebből valami? És akkor inkább menjünk már fagyizni egyet. De nem, mert te olyan hülye vagy, hogy a David Sharp meg a David Woodot hallgatod, és akkor nem tudják, hogy mi van. Ilyenkor be kell vonni, meg kell mutatni, hallgatni kell a társaddal az anyagokat, mert lehet, hogy ő is akkor rájön. Én nagyon sokat ismerek ilyet, aki hajlandó volt a társának úgymond meghallgatni azokat az anyagokat, és abban a pillanatban úgy átvált. Próbáltak ki. Tudom, vannak köztetek olyanok, akik nagyon-nagyon nagy harcokat vívnak ebben. Nem vagytok egyedül, mindannyian megvívjuk ezeket. Nagyon-nagyon komoly dolgok ezek, nagyon sokan szenvednek ettől. Elmondja Dave, és most az Ullának azt hiszem a videóját hallgattam, illetve az Inner Circle anyagokban van rengeteg ilyen, majdnem mindenki elmondja ezt. Ha Justin Varanyának a videóit megnézitek, vagy az összes, nem akarok most neveket, majdnem mindegyik azt mondta, hogy amikor megvolt a közös pont, na onnantól kezdve indult el a dolog. Ez nehéz így néha fölfogni, de meg kell találni az egyensúlyt. Nem könnyű. Sőt, néha nehéz, nagyon nehéz. Írja Zsuzsi, hogy egy év után értem meg, hogy meghallgattak. Őszintén Zsuzsi, vagy Zsú, nem volt könnyű mi, tehát voltak ott sírások rendesen, meg úgy veszekedések, meg fú, basszus, ez azért nem. Tehát itt azért kiderül, hogy ki a te társad. Ugye?
hogy kiderül, hogy tényleg csak a azért vagy együtt vele, vagy azért, mert segíteni akartok egymásnak. Nem egyszerű dolog. Na, oké, okay. Kicsit eltértem, de... Hú, Berta, te is tudnál beszélni, mi? Befejezted már, kérdezik. Oké. Okay. A megoldáson mindig gondolkodunk. Egyébként semmi más megoldás nincs, mindig kommunikálni kell, és hallgattatni emberekkel anyagokat. Higgyétek el, ezek az anyagok, amiket a DVD-k adnak ki, és itt ragadnám meg vissza az alkalmat, ugye beszélgetek itt a Filmilláról nektek. Attilának a hozzáállását mondom megint. Szerintetek Attila hogyan kezdte el az üzletet, akiről beszélek? Itt van köztetek egyébként most is, és tudnátok, hogy honnan nézi. Tehát nem biztos, hogy a karosszékből kényelmesen, hanem hogy telefonról bújtatva, vagy be, nem tudom. A lényeg az, hogy ő neki nem volt kérdés, hogy ő inner circle-en induljon. Mert kérdezte tőlem, hogy figyelj ide, mi a módja annak, hogy én a leggyorsabban érjem el az eredményt. Semmi más, mondom, agymosás. Egyszerűen jótékony agymosás. Ki kell szűrni minden olyan dolgot, ami nem azzal kapcsolatos, és én elmondhatok neked dolgokat, de halljad a 14 dollár millió most, hogy ők hogyan csinálják ezt. Ott van az inner circle anyagban. Akinek van inner circle anyagja, írjon már be ide egy tízest, hogy volt-e áttörés az inner circle, ahogy hallgatod az inner circle, volt-e áttörésed? Tudod, hogy mi az egy áttörés? Az áttörés az az, amikor így a fejedre csalsz, hogy úristen, bassza meg, ezt mondja ez a hülye Vili. De nekem nem hitte, de elmondta neked a Dave, vagy valamelyik, ami hasonló cipőbe járt. Nekem ne hidd el. Amikor Chris Recordnak a történetét, vagy a... Nekem nagy kedvencem Chris Record. Ezt mi a francot tettetek? Vagy a kamerásunk? Oké, okay. Gyertek nyugodtan be. Tehát amikor... Hogy hívják? Mondjátok, Michelangelo. Azt hiszem, őt zárták be a Tilly házba. Ugye? Őt zárták be. Ekkor elkezdte mondani, hogy rácsos ágyba ott a marketinget a diliseknek, és a 14 dollár millióban benne van. Több mint félmillió dollár keres havonta. És ez azért, mert inner circle anyagokat hallgatott folyamatosan. Csinált egy olyat a Michelangelo, hogy hazament a diliházba, felállt az asztalra, levetkőzött a családja előtt, aki azt hitte, hogy már végre már normális lett az a Michael, és egyszer semmibe ott állt, és azt mondta, hogy tűnjetek innen a szemem elő, én ez vagyok. Ha nem fogadtok el így, akkor nem vagytok többet a családtól. Ezt megcsináltam. Bár ezt ne csináltok, de csak egy példának mondom. Én látom, hogy kivertem a biztit. Itt vannak lináik, remélem, hogy be tudtok jönni. Ugye megvárjuk őket. Oké, okay, megvagytok. Na, szia Lina, szia Viktor. Végre meg szusszanhatok egy picit, de gondolom nem véletlenül vagytok itt. Adom a hangot, és akkor nyomjátok. Sziasztok, tesóim! Halló, van hang? Hallani? Van, kép az lemerevedett, de van hangotok. Kicsit lehet, hogy késik, de... Nem baj, nyomjátok. Jó, nem baj. Most mozog? Várjál, frissítek rajta, várjátok. Lehúzom egy picit, aztán föl. Várjál. Most? Mindjárt jó lesz. Oké, okay, szuper, nyomjad. Jó, oké, okay, szuper. Akkor kezdeni vagy? Elmondom akkor én, ami eszembe jutott. Hát sokszor így, ha hallgatunk téged, Vili, és mindig az van bennem, hogy bejönnénk kamerával, de nem akarok közbeszólni, mert inkább tanulnék, inkább hallgatnám, amit ja. Mondasz. Viszont most már, ahogy így folyott az inner circle, meg meséltél Attiláról, így kavarognak bennem a gondolatok, meg élmények, meg tapasztalatok, és így próbálom összekötni az élettel, ugye. És ami, sokszor halljuk azt a szót, hogy gyorsítósáv, és nem csak ebben az üzletben, hanem sok más helyen is, például a munkahelyünkön étteremben dolgoztunk, és sokszor beszélgetünk arról, hogy mi lehetne az, ami felgyorsítja a növekedést, mi lehetne az, ami előrébb visz, és mindig ezek a, hogy is mondjam, ezek a, amikor
az agyunkon végig futtattunk sok ötletet, sok gondolatot, de úgy, hogy mindeközben tapasztalt emberektől tanultunk, tehát a szakmából, akik már elértek sikereket, és itt az Inner Circle-ről visszatérve, ez egy olyan gyorsítósáv, ami szerintem elengedhetetlen, hogyha valaki nagy eredményeket, vagy magához képest nagy eredményeket, vagy tényleg egy szabad életet akar elérni. Hiszen ha valaki egy sportoló, akkor szüksége van eszközökre, szüksége van egy edzőre, aki tanítja, aki elmondja, hogy táplálkozzon, aki segít neki, és összeszedheti, ha valaki sportoló akar lenni, összeszedheti az internetről az információkat, meg vehet bizonyos eszközöket, de nagyon lassan fog fejlődni ahhoz képest, hogyha mondjuk lenne mellette egy személyi edző, aki akár napi 24 órában, hogyha plébe van az innentől a hanganyag, most hogy lássuk a párhuzamot, napi 24 órában nyomja neki az agymosást, hogy mit tegyen, mit ne legyen, mi jó a testének, mitől lesz gyorsabb futó, hogyan fusson, hogy emelje a lábát, és szerintem ez a nem mindegy, hogyha megvan neked az Inner Circle, akkor képzeld azt, hogy van egy ilyen személyi edződ, aki ebben nagyon sokat segít neked, és szinte a gondolataidat át tudod formálni az övére, és ugyanolyan sikereket tud elérni, mint ő. És ha viszont nincs meg az Inner Circle, akkor szerintem nagyon nehéz rendszerezni magad, nagyon nehéz rendszerezni a gondolataidat, és rendszerezni azt, hogy tényleg az elkap oldalra belenézél, hogy van-e mögötte link, hiszen csináljuk ezeket a reggeli meetingeket, de hát kinek jut eszébe még egyszer bemenni a webirodájába a sok blogolás között, meg minden közepette, hogy most megnézze, van-e mögötte link. Viszont, hogyha az Inner Circle-t hallgatod, akkor magadtól eszedbe fog jutni, hogy igen, én most bemegyek, és most lecsekkolom, hogy jó link van-e mögötte. És szerintem nem véletlen, hogy akik hallgatják, és megvan az Inner Circle, és alkalmazzák, ők bizony gyorsabban haladnak, és ha most azt nézzük, hogy mennyibe kerül, vagy pénz, nem pénz, hát azt kell mondanom, hogy sajnos ilyen az élet, hogyha te sportoló akarsz lenni, a személyedző nem fog téged elkezdeni külön tanítani, hogyha te neked nincs, nem fizetett ki őt, tehát hogy majd mondjam, tehát hogy mindennek megvan az ára. Tehát ez így működik. Hát sajnos, vagy nem sajnos, de például van itt Vietnamban egy francia edző, akinél voltam kétszer eddig, és négyszer, de hogy az elmúlt hónapokban így néha így bementem, és mindig így kérdve néztem egy kicsit a többieket, hogy mennyire jól, mennyire fittek, mennyire jól táplálkoznak, hogy gondolkodásuk, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne így járni hozzá, de hát a pénz, meg hogy azért külföldön vagyunk elég drága, és van egy ilyen kihívás, amit ő kitalált, hogy egy hónapon keresztül heti 6-szor kell menni hozzá edzeni, és akkor egy bizonyos összegért. És 4 hónapja itt vagyunk, és kitűztem magamnak célul, hogy mivel kijövünk, azt hittem, lefektünk. Szóval, hogy mióta kijöttünk, úgy haladok a tisztulásban, tehát az a cél, hogy egészségesebb legyek, fittebb, meg erősebb, de látom közben azokat a lányokat, akik járnak ahhoz az edzőhöz. És én most eldöntöttem itt az utolsó hónapra, hogy megcsinálom ezt a kihívást, és nem érdekel a pénz, tudom, hogy nem sokára hazamegyünk, és ott is kell majd, hogy legyen pénzünk, és tudom, hogy itt is akarom még tárfogamot, de arra gondoltam, hogy ez egy olyan, mint az Inner Circle, ez egy gyorsítósáv. Én minden nap ott leszek vele, igen, én meg kifizettem az árát, és azt az edzőt nem érdekli, hogy nekem megvan-e rá a pénzem, vagy nem. Ha kifizetem, mehetek, ha nem, akkor nem. És az kegyetlenül hangzik, de ilyen, tényleg ilyen az élet, és nem bántam meg, ez a második napom a hónapból, úgyhogy elég kemény, tényleg agymosás is, és teljesen túl kell mennem a határaimon, ahhoz, hogy végig tudjam ezt csinálni szerintem. Úgyhogy én csak erre gondoltam, hogy nagyon örülök, hogy így működik az élet, hogy mindenki meg kell fizetni az árat, mert így válnak nagyjá az emberek, hogyha van kitől tanulniuk, és hogyha tanulnak is. Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit, és tényleg igaz, hogy
a sikernek megvan az ára, meg kell ezt fizetni, de nagyon-nagyon megéri. Most érkeztünk vissza Vietnámba, és tényleg lassan elindul egy visszaszámlálás, egy bő hónap, amit még itt fogunk tölteni. Úgyhogy egy hónap múlva már Magyarországon is tudunk találkozni ismét. Nagyon-nagyon jó témák voltak, és nekem is nagyon jó emlékek jutottak eszembe, hogy Vili mesélt, meg ahogy jöttek ugye az új csatlakozók, és ahogy elindultak, meg ahogy munka mellett kezdik el tanulni, meg összerakni a rendszerüket. Mert tudom pontosan én is, hogy mi is így kezdtük el. Emlékszem, hogy tényleg a este. Oké, szóval még azt akartam mondani egy pillanat. Oké. Okay. Igen, nem. Oké. Oké. Itt vagyok közben, szóval hogy is tartottam az emlékeknél? Szóval amikor kezdtük az elején, ugye munka mellett csináltuk, és emlékszem, hogy az étteremben dolgoztunk, és a reggel úgy kezdődött, hogy mindig összekészíteni a kaját, lenne pucolni, és egy ilyen kis fülest így berejtettem így a póló alá, és csak így a vége így kilógott, és ott hallgattam szépen ezeket az anyagokat, ugye a Vírusblog Akadémiát, aztán jött a belső kör, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és örülök, hogy ma beszéltetek erről az immers szérkeves anyagokról, mert ezek nagyon különleges anyagok, és nagyon-nagyon különleges a hatásuk is, és nagyon jó, ahogy Lina is elmondta, hogy ez egy személyi edző, egy személyi, tényleg egy coach, ami itt van nekünk, és bármikor, hogyha ha szükség van rá, akkor előveszed, és ez a gyorsító pálya, az a gyorsítóság, az igenis létezik, és az idő az tényleg halad, tehát nem érdemes tökölni. Benne van az anyagokban is, hogy most akarod megcsinálni, vagy pedig szépen kényelmesen lassan 5 év alatt, ez a nem mindegy, ezt kell igazából eldönteni. Mert emlékszem, hogy azt hiszem Michelangelo is mondja, hogy nem tudom, 40-50 éves vagy, már is egy idősebb pazon, és mondta, hogy ő most akarja megcsinálni, ő nem akar várni, amíg fiatalabb, addig akarja élvezni az életet, nem majd akkor, amikor majd 100 éves lesz, ő nem kényelmesen nem ér rá, hanem igenis megcsinálja, oda teszi, beleteszi azt a munkát, és ott van az eredmény. David Bull is elmondja, hogyha tényleg oda teszed magad, a sikerhez az, hogy legyen valami változás az életedben, ez a 90 nap, amit Vili is nagyon jó, hogy elkezdett, ez alatt meg lehet valósítani azt, hogy megváltozik az életed. 90 nap alatt, képzeld el, 3 hónap alatt. Bocs, de hozzáteszem, hogy jól derekted David Wood, akkor hogyha mindent jól csinálsz mostantól. Persze. És ehhez tudnod kell, hogy mit kell csinálnod. És ez pedig az inner circle-ben van, hogy mit kell csinálnod. És, ja. Így van. Olyan, hogy belemondtad, már nagyon fontos, hogy a pontos, jó lépéseket kell, és... Igen, taníthatónak is kell lenni, nagyon jó, írja Jani. Én azt gondolom, hogy mi taníthatóak vagyunk, mert belevetettük magunkat, nekünk is kell fejlődni, de az volt a legelső lépés, hogy igen, nem ismerjük ezt a területet, mi ez az online marketing, mi is régen csak rohangáltunk, meg előadásokra jártunk, meg telefonálgattunk, és kisebb sikerek voltak, de nem az az áttörés, soha nem volt meg az, hogy az első célt nem tudtuk elérni, hogy a munkahelyet felváltsuk egy üzlettel, itt az Empower Networkben volt meg legelőször ez az érzés, és tényleg nem évek alatt, tehát nem az volt, hogy nem voltunk benne profik, hanem elkezdtük tanulni a kis lépéseket, a 25 dolláros csomaggal, az értékesítési töltsért, a blogolást, ilyen nagyon kis alapokat mi is nekifeküdtünk, néztük, oké, hogy kell, mentek a videók, lemásoltuk, Billyvel beszéltünk, meg egy csomót ötleteltünk, hogy ez most jó ez, jól csináljuk, nem jól csináljuk, oké, hallgassuk meg a belső kört, és ott volt benne, hogy na, ezt kell csinálni, és akkor így elkezdtünk szépen ilyen lépéseket tenni, meg azokat alkalmazni, úgyhogy nagyon különleges dolog ez, tehát a belső kör, ez tényleg gyorsítóság, és ahogy Lina mondta az edzésnél is, nagyon-nagyon fontos, hogy halászgatsz innen-onnan, mit tudom, ilyen különböző anyagokat, az is rengeteg idő, mire megtalálod, és mondta, azon gondolkoztam, hogy amikor Tájföldön voltunk, hogy ott is mindent megkeresel mondjuk az interneten, hogy hova menj, meg mit csinálj, és ott meg volt egy ismerősünk, akivel találkoztunk, és pillanatok alatt elmondta, hogy ezt érdemes, ezt csináld, pontosan ezt kell tenni, ide menjetek, oda menjetek.
Ez pontosan a gyorsítósáv, és időt tudsz megtakarítani vele, hogyha neked megvan a belső kör. És ez, szerintem ez nagyon fontos, mert az idő is azért számít, mert sok ember, hogyha egy idő után nem ér el eredményt, akkor hajlamos arra, hogy ez nem működik, ezt abba hagyom. De ez nem így van, hogyha megcsinálod a belső körös anyagokat, ha alkalmazod és magadévá teszed, akkor ezt az időt le tudod csökkenteni, hamarabb jön a siker, nagyobb lesz az önbizalmad, és utána arra fogsz ráépíteni. Tehát szerintem valahogy ez így működik, és ez egy nagyon fontos gondolat, hogy érdemes beletenni, belefektetni. Igen, nekünk is régen voltak olyan gondolataink, hogy most megvegyük most $100, az csomó mindenre jó lenne, meg csinálhatnánk belőle más, meg tökő programokat, vagy elutazhatnánk ide-oda. De emlékszem, amikor megvettük, még nekünk sem volt akkor sok pénzünk, akkor kezdtünk el éppen keresgetni az Empower Network-et, úgy tök jó volt, hogy már azért valami cseperek befelé, de azért $100 az még akkor, az elég kemény. És emlékszem arra a mozdulatra, amikor így megnyomtuk a gombot, így egyszerre, így beállítottuk a regisztrációs oldalt, és akkor így fogtuk egymás kezét, és így pám. Igen, és gondoltuk, hogy kettőségre, komolyan elköltöttük ezt a pénzt, nem biztos, hogy tudjuk, hogy mire, de elvileg összekeressük vele, hogyha megtanuljuk. És alig vártuk, igen. Azóta minden hónapban vesztük. Lassan egy éve belső körös tagunk, és nagyon-nagyon megérte. Tehát a Vili is el tudja mondani, hogy ő is folyamatosan belső körös tag, és ez nagyon-nagyon jó volt. És az az érdekes, amikor megnyomtuk, alig vártuk az első anyagot, mert kellett hozzáférést kérnünk, hogy akkor be tudjunk lépni a belső körös anyagokhoz. És én tudom, hogy a Vírus Blog Akadémia milyen nagy tudás volt, milyen jó anyagok voltak, és én sejtettem, hogy valami jó lesz, valami jó, biztos valamit összerettek Davidék, de amit utána kaptunk, az nagyon-nagyon szuper volt, úgyhogy egyszerűen nagyon-nagyon jó érzés. Most is visszagondolok arra a dologra, és nagyon-nagyon megérte, úgyhogy nagyon szuper az egész. Hú, emberek, tudjátok milyen jó érzés ez, amikor olyat hallatok, amikor valami közön van ahhoz, ez a két drága ember most kim van, és nagyon jó érzés, hú, mindjárt sírom magam, na, tegyük össze magunkat, imádlak benneteket. Gyorsan búcsúzunk rögtön, ugye sajnos letelik az idő, és még a felét se, amit én fölírtam, nem tudjuk ma teljesíteni, majd úgy folytatjuk következőleg. Viszont tudjátok, IC-hez most jár VBA. Tehát tulajdonképpen milyen jó lett volna annak idején, mikor nekünk ugye IC-tagok lettünk, hogy nem kellett volna kifizetni, nem kell kifizetni most $300. Kapsz tőlünk, ha a mi csapatunkban vagy egy Vírusbog Akadémiát, hogyha IC-tag vagy. És ezt most én nem azért mondom, hogy vegyed meg, és milyen jutalékot kapunk, hanem azért, mert neked fontos ez. A másik dolog az, ugye mi folyamatosan IC-tagok vagyunk minden hónapban, $100, viszont én elmondhatom, és Viktor is, hogy egy fillérünkben nem kerül, mert a jutalékból ez lazán, észre se vesszük, hogy levonódik tulajdonképpen, és a 10 olyan ember, aki alattad ugye a rendszer szerint van, $700 van belőle, 10 darab. Jó, egyiket elköltöd a sajátodra, mondjuk 11-en fizetik, $700 szoroz ki, ha 10-szer $700, az 10-szer $70 ugye jutalékra elérte, minden hónapban $700 az nem egy rossz jutalék. És akkor még itt nem áll meg a dolog. Ez az egyik. A másik pedig, elmondtál Lina egy érdekes dolgot, és ezzel akarok búcsúzni tőletek, hogy a határaidon lépjél túl. Ha te mindig a határaidat súrogatod, soha nem fogsz elérni semmit. Ezt most mondom. És dolgozz szét a segged. Itt nagyon keményen kell dolgozni. Ez vért fog szizadni, szét fog zsibbadni a nyakad, ideges leszel, minden bajod van, és ha ott van az Inner Circle benne a fejedben, meg a Vírusbog Akadémia, akkor egyszerűen helyére kerülnek a dolgok. És én nem tudom, ti hogy vagytok vele, akik IC-tagok, írjatok be egy tízest, aki nem ezzel az aggyal gondolkozik, esélye nincs, hogy az interneten bármit is elérjen. Látom, esélye nincs. Semmi. Nulla. Nulla az esélye. Mert nem tudja pontosan, mit kell pontosan csinálni. Mert hiába mondjuk el a lépéseket. Nincs benne a lélek, a szellem, és ez az IC tulajdonképpen. Na,
Sziasztok, az erő legyen veletek, most éppen letelt a reggeli tréning, remélem, hogy tudtunk adni érdekességeket, ez egy picit keményebbek is voltunk, de értetek, tesszük, értitek? Sziasztok! Jungle.